Sziasztok! Horváth Péter vagyok. Ebben az új videóban arról lesz szó, hogyan kell eltüntetni a pattanásokat. Nos, mielőtt rátérnék, elmondom, hogy az én életemben ez milyen volt. Mert maradjuk annyiba, hogy szerintem ez tulajdonképpen mindenki átérte ezen a bolygón. Mióta van ez a bolygó, és vannak az emberek. Na szóval, nálam az körülbelül úgy 2010-2015 környéki jöttek elő. Ilyenkor még a 10. körülben laktam, a 3. utcába. Hát elég érdekes volt. Mit nem mondjak. Amikor megláttam, hát akkor én is egy kicsi sokkot kaptam. Jó ég, most mit fognak szólni az osztálytársai, meg az ismerősi, hol nézzek ki az arcaim. Ez az. Aztán meg akkor még nem ez az ágyam volt, nem is az a kanapé, az az új, hanem akkor még emeletes ágya voltam, és akkor én voltam legalul. És amikor van azt, hogy az ember össze-vissza mozog. Na, velem is ez volt, hogy ott szépen az ágyon mozogtam össze-vissza, és most van a lehető legrosszabb rész, amikor vannak az ember pattanások, szépen beváltam fejemet a falba, és akkor úszfárnak a pattanások, égen a csillag. Na és menni szem mondták az osztálytársai, meg ott az iskolába, meg a Szivárdan iskolába az ismerős, menne manikűrös, vagy segít, meg ilyesmi. De mondtam, ne! Oké, köszönöm a tanácsod, minden, én ezt megoldom. Sikerült megoldom? Igen, sikerült megoldom, mert tudod, és el lehet tüntetni a pattanásokat. Nos, és hogyan kell eltüntetni a pattanásokat? Nagyon egyszerű, és nagyon sok változat is van. De a legjobb, hogy hazamész, leveszed a cipődet, a sapkádat, a kesztyűdet, a sálladat, a kabátodat, bemész szépen a fürdőszobába, megnyitod a csapvizet, hideget, alá rakod a két tenyeredet, és így szépen megmosod, mert akkor annikor lejött, mint a homoszem. Tudod, igen, tudod, az is nagyon fontos. Ezen kívül nagyon sok ilyen fertőtlenítőt is lehet kapni, biztos ilyen patikába, vagy gyógyszertárban biztos, de ez, higgyétek el, nagyon hasznos, nekem is jó sok évbe telt, hogy végre eltűnnek a pattanásaim, körülbelül 2017-ben tűntek el, tehát kellett úgy körülbelül 6 évet várnom rá, hogy eltűnnek. Úgyhogy igen. Hát, jó sok helyen előfordult volt, hátamon, meg itt, úgyhogy igen. Tehát valamikor ott megjelenik, amikor nem is számítasz rá. Úgyhogy, ja. Tehát én tudom, milyen érzés, amikor vannak pattanások. Nem a legjobb. Szóval én tudom. Mert én is átértem, és tényleg nagyon rossz úgy menni a fejjel, és nem veszed észre, és valakinek neki mész, az tényleg borzalmas. Egyszerűen én tudom, tehát én tényleg tudom, én is tényleg átértem. Én is kaphatom jó párszor a pattanásokat, de az tényleg nem jó, mert akkor még rosszabb lesz. Tehát akkor még több lesz. Nem kevesebb lesz. Több lesz. Ez több lesz.
Úgyhogy az nem tanácsos. Szóval higgyétek el, mossátok meg a fejeteket, sokkal jobb lesz. Nektek is jobb lesz, és a pattanásnak is jobb lesz. Úgyhogy higgyétek el, minél többször csináljátok, annál jobb lesz, annál kevesebb lesz, és nektek is higgyétek el, sokkal jobb lesz. Meg tulajdonképpen még a hajvágás is kicsit segít ebben, mert akkor a bőrhöz több levegő jut, és úgymond az is segít egy kicsit a pattanás eltüntetésébe. Nem nagyon, de úgy 5%-ot az segít, de higgyétek, hogy lemossátok a fejeteket hideg vízre, na segít a legjobban. Biztos van ilyen, mondom, ilyen gyógyszertában biztos lehet kapni ilyen fertőtlenítőt. Én is még a 10. kerületben, Martős térben azt álltam a fertőtlenítőt, mert nem emlékszek a nevejére, mert már annyi volt, hogy nekem is ott csak a emlékszem, volt ilyen fehér vatta, kellett rá víz, és aztán így. Szóval nem, miből állt a dolog. Nem fáj. De jó sokszor kellett csinálnom, és láthatod csodát, van most? Nincs. Egy darab sincsen már. Pedig volt. Úgyhogy ezeket tanácsom nektek, remélem sikerülni fog. Mondom, jó sok évet kell várni, de el fog tűnni, higgyétek nekem. Én is azt hittem, na persze, nem fog, de aztán mégis eltűnt. Úgyhogy most már így nézek ki. Miért? Mert használtam jó sok hideg vizet ide az arcomra, és használtam ilyen, hát ilyen fertőtlenítőszert a gyógyszertárba, úgyhogy ha bementek, kérdezzétek meg, hogy milyen pattanások ellen milyen fertőtlenítőszer van, és ők fognak adni. Úgyhogy igen. Na, remélem sokat tudtam ezzel nektek segíteni, mert én is eltértem, úgyhogy tudom milyen érzés. Én Horváth Péter voltam, lájkoljátok az újabbik videómat, és feliratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!